Hello, szép jó estét kívánunk mindenkinek, ez itt a rendhagyó vasárnapi warm-up, és benne eddig a lemezjátszók mögött DJ Cartman. Így van, ilyen sem volt még vasárnap este warm-upolunk, mert hogy itt a hétvége előttünk, a hosszú hétvége, és hát nem akármilyen vendégünk van, akit köszöntetünk itt a JustMusic.fm stúdiójában első ízben, és lehet nem utoljára. Igen, igen, hiszen itt van élőben John Creamer, egyenesen New Yorkból. Hello. Hi. What's happening? I guess that was my cue, huh? only I spoke Hungarian. Yes, bárcsak magyarul tudna beszélni, de akkor kérdezzünk meg valamit magyarul, és akkor majd én fordítom. Igen, nem először vagy Magyarországon. Milyen tapasztalataid voltak eddig az itteni bulikon? Játszottál egyszer-kétszer már hazánkban? Yes, we know this is not your first time in Hungary. Have you had any experience before? What do you think about the crowd or the clubs or the events that you played so far? I love it. Every time I come here, I have a great time. Yeah, they're up for it, you know, Eastern Europe in general, you know, Europe in general, anywhere but America these days, you know, it's really tough there, so, yeah, you know, it's one of my favorite countries to come to, you know. Igen, tehát ez az egy kedvenc hely, ahova szokott jönni, Kelet-Európa és Európa általában, ezen kívül is Magyarország, szeret ide járni, Amerikában nem annyira jó a helyzet, úgyhogy most is szeret itt lenni. Igazából nehéz eldönteni veled kapcsolatban, hogy producerként vagy DJ-ként köszönhetünk itt a Just Musicban, tehát melyik területet tartotta fontosabbnak az életedben? Yes, probably many times this question was asked before, but do you consider yourself more as a DJ or as a producer? Producer. Producer. Yeah, yeah. I like DJing, I like production, but you know, there's a certain feel I get when I produce records, you know, and yeah, it's like nothing else. It's like a love affair, really it is, you know. Igen, tehát jobban szeret igazából a producerkedés, de azon kívülből is fellép, és azt tartja legfontosabbnak a produceri részét, de ettől függetlenül itt van is játszik. Szerintem most jön a kérdés, amit még senki nem kérdezett meg, hogyan találkoztál Stephen K-vel? Tehát titeket összekötnek általában John Creamer, Stephen K, hogyan jött a kapcsolat vele? Yes, we know that you oftentimes produce together with Stephen K. How is that relationship came about? What's the story behind it? I met Stephen a long time ago. I hired him actually to remix some stuff when I was working at a record label. And yeah, I had something to remix myself. So I asked him to do it with me, and then we just kind of started working from there. It's probably been about 8-9 years now, and it's actually not sometimes I produce with Stephen, it's pretty much always, you know, 99% of the time I make music with Stephen, and that's the way it goes. Igen, tehát valamelyik labelnél remixelni kellett egy tracket, és ott kérte fel, hogy segítsen neki remixelni Stephen K-t, és hát innen indult a párosnak a története, és az elmúlt 8-9 évben szinte mindig 99%-ban együtt dolgoztak, és általában ők együtt csinálják ezeket a remixeket. És ez kizárólag szakmai kapcsolat, vagy barátság is lett ebből? Is it specifically a relationship that's a producer, or are you friends in life as well? Yeah, no, we're friends. I mean, there's, I think, a good way to go about being friends that you do business with is to become good friends through good business. You know, to do business with good friends, it can get hairy. But if you become friends through a healthy working relationship, then I think it's a bit more advantageous. You know, it just works a bit better. I mean, I don't think I'd ever be the godfather to his children, you know, but, you know, I got his back, he has mine, and we treat each other with the utmost respect and kindness and care. Igen, tehát ők együtt dolgoznak és producerkednek, először szakmai oldalról indult a kapcsolat, és üzletileg, tehát mint munkatársi kapcsolat, és azt mondja, hogy inkább ez az irány az egészséges, és mint munkatársak indultak el ebben, és utána váltak ők utána barátokká, bár nem lenne a keresztapja a gyerekének, de ettől függetlenül nagyon jól megvannak, az egyik kölyök lemeztáskája, a másik kulyuké, és cserélgetik a dolgokat, de igazából ilyen irányból indult ez a kapcsolat. Igazából most jön a kötelező kérdés, gondolom ezt sokszor és minden interjúban megkérdezik, de ezt muszáj megkérdezni. Mire készülsz mostanában? Trackek, mix CD, bármi más? So what's coming up next in your life that worth mentioning to the listeners? Mixes, tracks, what's up? Rehab. Rehabilitációt emeltek ki első helyen. No, we just signed to Ultra Records for 2 albums and 6 singles. So, yeah, working on those and just being happy, man, making music and doing our thing. It's not really like
we're not some like self-promoting machine, you know. It's, we actually care about music. Not to say other people don't, but some people I do think promote themselves more than they actually make quality tunes, you know. And it's the same goes for Hollywood and movies. You know, you have indie movies and indie actors that are really talented that really don't get their worth or the paycheck they deserve. But yeah, we're just trying to, you know, keep it real, do our thing with an 89 swing, you know. Igen, tehát elsősorban elmondhatjuk, hogy az Ultra Recordsnál fog megjelenni két album és számos single, amire egy szerződést írtak alá. Mindenféleképpen dolgoznak, jó dolgokat szeretnének csinálni. Ők nem egy önreklámozó gépezet, ahogy elmondta, hogy igazából máshoz se törődjenek, csak magukat reklámozzák. Ő egy kicsit azt mondja, hogy inkább dolgozni kell, jó zenéket kell csinálni, jó zenéket kell játszani, és akkor élvezni az életet. Megmondom őszintén, nagyon kíváncsi vagyok, mert John Kramert én még soha nem hallottam élőben. Stephenként volt szerencsém itt Magyarországon meghallgatni. Az nagyon tetszett, aztán most türelmetlen vagyok. Úgyhogy a lemezjátszóknál mostantól kezdve óriási megtiszteltetés itt a Just Music Bond FM-en élőben. John Kramer, köszönjük! Yeah, so this is the first time we can hear you live here in Hungary. So thank you very much for coming and playing for us these tunes in the upcoming hour. And looking forward to your parties, which we will also tell to the listeners. Wonderful, thank you. Thank you. All right, ciao. Just Music FM. Look and listen.
Just Music FM. Look and listen. Feel my fire.
could drown in this town, but you want to hear the beauty all around. The voice you can hear, and it's beckoning you near, 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 beckoning you near. You need.
My heels are high and I'm thinking about taking a walk. I'm thinking here is only dragging me down. I'm not afraid, I'm gonna take you home. Get a taste of your medicine now. Cause this we'll be right back.
FM. Look and listen. Ez a jazzmusic.fm egy különleges vasárnapi warm-up, amolyan igazi csemege, egy örömzene. A lemezjátszóknál az elmúlt egy órában John Kramer volt, köszönjük szépen, hát óriási zenék voltak, szóval nem térek magamhoz, köszönjük. Nagyon tetszett nekünk. So thank you very much for being here tonight and playing all these nice tracks for us, we really enjoyed it, thank you. You're welcome, thanks for having me. Thanks and good luck with your party tonight and next Tuesday. No problems, thanks. Ciao, Hungary. Köszönjük szépen, tehát ez volt az elmúlt fél órában, órában, igen. Közel egy órában. Közel egy órában John Kramer, és akit még ma este el fog látogatni a Club Trendybe, ahol egy kis hirtelen tiszteletét teszi, és egy kisebb szettet fog produkálni, illetve a nagyobb buli, amire mindenképp számítani kell, az a Black Magic Balatonmária fürdőn, ahol kedden lesz ő a vendég, és hát utána pedig vége lesz az a kis turné, ami szombaton a Kiskunmajsán, és előtte pedig Aradon kezdődött, ez a közép-európai turné, de hát megy utána tovább. Tényleg, és milyen volt Romániában? Ott imádok ott játszani. So how was Romania? It was nice. I had a great time. Yeah, it was a long trip to get there. But yeah, we had fun. Definitely fun. Hosszú út volt odáig, de nagyon jól érezték magukat. Hát köszönjük szépen, és élveztük nagyon minden percét annak, hogy itt voltál. John Kramer volt a vendégünk, itt a Jazz Music One. Thank you. Thank you. Thank you. Ciao.